Több felkérés után a harmadik megkeresésre mondott igent az igazgatói feladatra Kovács Ferenc. Andorka Gábor a Petőfi Sándor gimnázium igazgatója volt az, aki őt gondolta a legalkalmasabbnak az evangélikus általános iskola igazgatására. Úgy gondolom, hogy ez iskola egy nagyon híres német nemzetiségi iskola most már sok évtizede, és én, mint német nemzetiségi ember úgy gondolom, hogy vannak ebben a témakörben koncepcióim, amit szeretnék, hogyha fenntartanánk ezt és fejlesztenénk tovább. Amikor megismertem az iskolát, ugye azért nagyjából ismertem már meg a tantestületet is, a gyerekeket nem ismertem, őket megismertem időközben. Látható volt, hogy itt sok infrastruktúrális fejlesztésre van szükség. Elindultunk egy ilyen irányban, nagyon sok rétű fejlesztésekbe kezdtünk bele. Gondolhatok itt arra, hogy például tavaly nyáron már elkezdtük klimatizálni az iskolát, mert hihetetlen meleg van, és a gyerekek már nehezen bírják így a nyári időszak előtt, de udvari fejlesztésekbe belekezdtünk, játszóteret szeretnénk kialakítani, illetve elég lerobbolt állapotúak voltak a mellékhelyiségek, amiket most komplett felújítunk már az alsó tagozaton, elég nagy tételért, és tehát felújításokba kezdünk. Ezen kívül a nevelés-oktatás színvonalának folyamatos fejlesztésén gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a pedagógusok a legjobb környezetben dolgozzanak. Gondolod itt arra, hogy okos táblákat, interaktív táblákat szerelünk föl a nyáron, több osztályteremben tavaly lecseréltük a táblákat filces táblákra. Tehát mindenféle ilyen infrastruktúrális fejlesztés mellett végig kell gondolni még azt, hogy az oktatási struktúra hogy alakul. Arra gondolok, hogy a két nyelvű német nemzetiségi képzés mellett idén elindítottunk egy angol oktatást is. Azt gondoltuk, hogy az iskola minél több lábon áll, annál jobb, és hogy a beiskolázási mutatóinkat is stabilizáljuk, ami egy nyugodt légkört eredményezhet a kollégák és a gyerekek tekintetében is, ez elengedhetetlen. Szeretnénk mindenképpen ezt az angol struktúrát erősíteni a jövőben, és hát nagyon örülök neki, hogy más programokban is, mint például a sakkpalota program, amit tavaly már elindítottunk, vagy a Lego Matek program, amit jövő szeptembertől indítunk, a kollégák is nagyon nyitottak, és rengeteg tanfolyamra járnak, és látszik, hogy itt azért nem a burnout szindróma ütötte fel a fejét. A legfontosabb a jó munkalégkör a kollégákkal is, és a gyerekekkel is, hogy bátran bármikor kereshetnek, nyugodtan nyitott ajtópolitikát folytatok. Ugyanazt látom különben az iskola igazgatójánál és Andorka Gábornál, tehát bármivel meg lehet keresni. Ha ez arról van szó, hogy kiégett egy égő, abban a pillanatban megcsináljuk, nem toljuk magunk előtt a feladatokat, ha pedig valami hosszú távú elképzelés van, arra is mindig megoldást próbálunk találni. Bár egyelőre még nem a gimnázium gyakorló általános iskolája hivatalosan az intézmény, már lépések történtek a szorosabb szakmai együttműködésre a gimnázium és az általános iskola között. Sok kollégánk óraadóként letanít az általános iskolába, ezáltal ők is jobban megismerik az itteni gyerekeket. Olyan szempontból nem vagyok elégedett még, hogy az év folyamán nem tudtunk annyi programban együttműködni a gimnáziummal, ahányszor szerettem volna. Értem itt azt például, hogy a Nemzeti Összetartozás napján már együtt emlékeztünk meg, de több programon együtt emlékeztünk meg. De én azt gondolom, hogy lehetett volna ez még bővebb, akár sportprogramok keretében, akár közös pünkös diánhitat keretében, jövőre ebben még több időt szeretnék szentelni. Azért, mert azt gondolom, hogy ha ezek a gyerekek látnak olyan példát maguk előtt, ahol érettségi előtt álló 12-es gyerekek látják, hogy viselkednek, akkor ez egy olyan minta ő szemükben, amit követendőnek tartanak. És hát reméljük, hogy előbb-utóbb a gimnáziumban még többen jelentkeznek innen. A jövő év újabb komoly kihívás elé állítja majd az iskola vezetését, mondja Kovács Ferenc. Hát az angolos program stabilizálását, beiskolázási mutatók stabilizálását mindenképpen. Azt gondolom, hogy felül kell vizsgálnunk egy kicsit a DSD nyelvvizsgálatokkal kapcsolatos eredményeket is, tehát hogy még jobbat tegyük ezeket. Én azt gondolom, hogy itt még van sok tennivalónk, és hát az infrastruktúrális fejlesztés természetesen tovább folytatása. Jelenleg 470 diák tanul az intézményben. A cél, hogy nem mindenáron, de a lehetőségekhez mérten maximális kihasználtsággal működjön az iskola. A mi célunk gyakorlatilag az, hogy minden évfolyamon stabilan 3 osztályt el tudjunk indítani. Erre jelenleg van is hely, és még fejlesztések vannak.